mert egy nép azt mondta, elég volt. A Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikum műsora Márai Sándor Mennyből az angyal című 1956-ban íródott versorával indult, ami úgy hangzik, elég volt, a magyar nép szabadságot akart, nem elnyomást. Jogot, demokráciát, szabad választásokat, fejlődést, és mindezért 64 évvel ezelőtt harcba szállt. A műsorban a harcolókról készült fotókat idézték fel. A képeken látható tekintetek elszántságot, vágyat, tenni akarást tükröztek vissza, ám a forradalom nem járt sikerrel. Hiába harcoltak. Pedig ezek a magyarok az életüket, a vérüket adták a szabadságért, és megmutatták, hogy nincs lehetetlen, hangzott el a műsor bevezető előadásában. Tegyünk újra úgy, hogy semmiről sem tudunk. Majd Cseh Tamás Légy ma gyerek című tangó számára tangózott öt pár a szabadságharcot jelképező zászló előtt. Ezt követően Pongrácz Gergely október 23-ára való visszaemlékezését hallhatták a nézők, ahogy a testvére telefonhívását idézte fel. A férfi arról beszélt édesanyjának, hogy miként döntik el a Sztálin szobrot a hősök terén. Jézus Mária, mit csináltok, Andris? Ennek börtön lesz a vége. Ne féljen, édesanyám, mert az egész országnak nincs annyi börtöne, hogy ezt a sok embert, aki itt van, be tudnák zárni. A közel 20 perces műsort az Ismerős arcok nélküle című dala és Márai Sándor sorai zárták, amiben a hazát, mint kifejezést értelmezte a költő. A haza te vagy! Szőröstül, bőröstül, testi és lelki mi voltodban. Bár idén elmaradt Szekszárdon a központi megemlékezés, Ács Rezső, a város polgármestere, és Gyurkovics János, a város alpolgármestere, a Fidesz frakcióval közösen megkoszorúzták az 1956-os szobrot.